csoportba, úgyhogy leszünk ki bőven. Két csoportba, ahol tényleg jó emberek vannak. Elmegyek a fiú.
Ennél egyet csörög a telefonom. Fel kell vegyem. Hát a bingóját csörög, csörög, vagy csörög. Mondjál, Gyuliskám, zsíg a telefonon. Mi a problémád, enyém a szívedet? Olyan régóta beszélgettünk, enyém a szívedet, nem is találtalak sehogy se. Máma, kukucskáztam, kukucskáztam, nem találtalak, enyém a szívedet. A ráka veled kell a... Tessék? Nem azt mondtam, hogy a ráka veled kell a... Azt mondtam, hogy mi újság veled. Nem, minden oké. A mi jövett a Pikachu? Hát képzeld, de azt mondja, hogy ő híres nő. És ki akarja venni a tévét? Még olyat. Mit szólt ez enyém a szívedet? Mondd annak pénze. Kódus? Ó, jaj. Kódus. Hát a bingóját ezt nem tudtam. Kódus a művésznő. Ő akarja kivenni. Kiveszem én majd Juliskám enyém a szívedet, azt majd én csinálok ott olyan forgalmat, hogy abban hiba nem lesz. Kacik? Te is eljössz? Jó van, Juliskám enyém a szívedet. Úgyhogy jönnek itt többen. Egyem a szívedet azt mondta az élő lányába, hogy mit képzelek én magamról. Ja, hangüzenetbe küldte, arra a részem, hogy ugye, pókhálószai. Tessék? Mit üzensz? Pikachunak üzen, a Juliska. Mit üzensz egyem a szívedet? Mit mondjak? Ráka veled, kera. Átadtam enyém a szívedet. Még mit mondják enyém a szíved? Ráka beled, kera! De enyém a szíved, ezt már elmondtam még egyszer. Háromszor kell. Ráka beled, kera! Elmondtam enyém a szíved. Mit küldjek neki enyém a szívedet ennek a posat fejének? Teszik? Ja, küldjük még Büdi Henriettának is. Azt mondod? Enyém a szíved. Jaj, hogy is utálod. Ráka beled, kera! Átadtam egyem a szívet, de be fogok rekedni, ha ennyire mondom, hogy ráka beled, kera. Inkább üzenjünk nekik gyönyörűet. Tetszik? Jó, eldudolom. Na, eldudoljuk a posaranőnek. Ürök a szobában, jaj, de búsan egyedül, és egy álmú faszlagon gondolok. Jaj, érzem a pinám, jaj, sírom a fakadó, hát ez bizony berosdásodó. Mi a lettem? Elvesztem imánul a bírve, jaj, de basztam itt elve, a pucimba fasz nem lenne, éhen döglede, utoljára drága, azt kívánom én, lankat hasznod legyen jó kemény. Bocsánat. Juliskám, ezt te mondtad? Szégyenne magadat. Nézd meg, itt vagyok a közönségben. Na megállj. Ezért átmegyek és kilőlek ágyúva. Tam a lányok, hív anyátok, ugye szívesen basznátok. Na, ezt mondta, ezt mondja. Után voltam váltani elnézést. Bozorkány nénike, hol van? Violetta Pikács bozorkány. Lakatos ujját a szájára vette. Trottyos mama. Menjék locsóra, vennél vécét magadnak. Ott kakírász. Ja. Kérek tőletek nótát, megnézem, hogy mit kérdek, de úgy azt kérdem, mint ma már. Letőcök! Én tudjátok, hogy nem szoktam hazudni nektek. Nem kaptam egyszerűen cigarettát, úgyhogy tőterem kell. Bizonyám. Nem kaptam. De megmutatom nektek, hogy tudom kézzel megtölteni. Nem kaptam.
Sima papír. Betöltjük. Bocsánat a csúnya éneklésén. De ezt a majmot utálom. Ezt a Violetta Pikachu-t. Figyeljetek, milyen hamar megtöltöm, és nekem nem kell gép. Itt a kezem. Minden profi vagyok, az isem. Még a pofám is jár annyira, hogy abban is profi vagyok. De utálom azt a ketrecet. Kereszt anyukát. Neki mindenki kereszt anyuci. Hát persze, már azt se tudom, hány gyermeke van. Akkor mindenki kérhetnénk egy kis segítséget, mamicitól. Figyeljetek, milyen gyorsan megtöltöm. Így nyugod. Mit hazugjál ez a patkány, míg azt mondja, hogy az övé az egész mindenség? Mama Ucika, Violetta Pikachu, pokáros néni, nem lesz a tiéd soha. Mert én, ha oda viszek embereket, téged kihajtanak. Egy-kettő járom, mert végül. Jaj, idegesítő nincs rajtam sapka. Nem, nem akarok ordani. Most már virágos a rét, hát elbújhatsz kedvesem még. Na, azok egy gyújtott gyerkőcök. Megmutatjuk a Pikachu-nak, hogy kell dudolni. Ah, mit, ennyi meg. Szeretnék majd utána valamit bejelenteni nektek. Ez nem hazugság, hanem tényleg szeretnék a TV2-nél, vagy az Európa TV-be szerepelni. Senki nem fog megállítani. Még egyszer felhívni, nem menj, mert becsapnak, meg de idegesít, hogy nincs rajtam sapka, de mindegy, most már meg kell szokjam. Senki nem érdekel. Ha valamit el akarok én az álmomba, nekem kell lépni. Minden? Na, addig én kikeresek nektek egy nótát. Kértetek tőlem? Ivikém, én nem töltővel? Megmondom neked miért, mert van két kezem, és azzal töltöm. Aranykezünk, szia, üdvözöllek. Üdvözlöm Katica Zunt is, mert ezzel sokkal kényebb. Nem töltöm meg olyan vastagra. Itt több dohány marad. Spórolok. Nem kaptam cigarettát, gyerkőcök sem. Én meg megmondom az igazságot, inkább a fiamra költöm, hozok egy szemúzót. Mint hogy 1600 forintot vegyek egy volt cigér. A fit fenét. Majd jó nap elmegyek, hogy veszek cigarettát, de nem, nem kaptam. Vigyétek el, hogy sokban van. Legyem a szíved, a kezünk, te is töltöd. Hát bánja ficsene, hát ez nem szégyen. Miért lenne szégyen, hogy töltöd az ember a cigit? Miért lenne? Az a lényeg, hogy besülkoljuk. Csak ne, hogy joyingot szíjunk. Na, művésznél vagy, meg fogom neked mutatni, hogy kell bejelentkezni, embereket fogadni. Nem úgy, hogy elveszed a mikrofont, emberek nem tudnak megszólalni, kikapod. Bekapod a mikrofont.
Hát én is régóta bagózok, enyem a szívet. Szia, Timikém! Ó, husztikám, mennyi a kódod. Remélem, hogy eltalálom el, ha nem, akkor gatya. Na? Eltaláltam. Hát a bingo. Már mától nem hordok sapkát. Nem fogok ilyen. Hallja, meg fogom csináltatni, szépen egybevágatom. Minek dikorog ez? Nincs belőle, olajozva. Megyek én is fürödni, gyerekek. Nem sokára. És utána... Hát aki akar, el tud érni. Szeretném elküldeni. Yeah. Elnézést, leesett a cicim. Megkér legyen. Thank you.
és akkor mit tudunk? Megítsuk el minket, az igyem. Mindjárt megítsuk. Így tudunk. Na, bemegyünk Jackie Chan-ba, ezt a mindent megisztjük.
Jó, megittem. Pedig te jó. Mindjárt megiszom, és egy egész keretét játszunk. Sülikám, mi a problémád? Mit csinálok? Iszok. Be akarok rugni. Mit tudom? Hemenben vagyok, bakte. Alig bírok beszélni. Pereg a nyelven. Mit tudom? Te is iszol. Hát akkor egészségünkre a gyász lepjen be. Be. Te mit iszol, legyen a szíved? Ő meg rojávodkát iszik, a tamingóját. Hát ez nem semmi, egy a macsimedet. Én meg tudod, mit iszok? Kötte pálinkán, ez nagyszerű. Kötte, abban sok a vitamin. Képzeld el, egy a macsimedet. Mindig azt mondják, menjél orvoshoz. Menjen a fétfere orvoshoz. Mikor a pálinka meggyógyít? Pálinkó szerelmem, légy az enyém. Érted? Érted, Gyurikám? Bizonyám. Teszik? Na, Gyuriska sem megy azóta orvoshoz. Mert meggyógyítsa pálinka. Na, én mondtam neki, hogy ez sokkal sikeresebb. A pálinka, mert az meggyógyít, bizonyám. Hát menjen a radairól sem, ezek megölnek. Egyem a szíved. Berugok jól, azt nem érzek semmit. Teszik? Tegnap berugtál. Szoboltál, egyem a szíved. Az árokba. Adta bingója. Ha mit keresztél az árokba, Juliska? Úgy berúgott, hogy az árokba kötött ki, Juliskám. Egyem a szívedet, minek mentél az árokba? Hát bement a babakocsival, letolatta magát. Te hülye vagy, egyem a szíved? Az unokának a babakocsijával. Egyem a szíved, a szomszartál. Megint a konyha közepén. Jaj. Ha ígyunk egyem a szívedet, ha nem ráérünk itt picsókázni, úgyis egyszer élünk, hát ki a démlát érdekli? Bedagy, acsicsám, inni kell, gyerekek, bizony orvosság ez. Pálinka, pálinkó szerelmem, légy az enyém. Bedagy. Tetszik, Gyuriska? Ha iszok, persze, most is iszok egy kocsot. Ó, de finom, hát a bingóját. Mindjárt berúgok. Tessék, nem beszarok, berúgok, te süket. Be fogok rúgni. Bár, már azon tartok, hogy berúgok. Tessék? Be fogok rúgni. Félig meddig már járok, érted? Itt járkálok a konyhában, nem látod te vakodi? Ja, nem látja.
Azt mondja, hogy itt ül és nézi a livémet, és látsz, hogy csücsülök. Megpróbálunk felállni, mindjárt megindulni, hogy tudok-e menni. Egyem a cimet, Gyuriskám, nem bírok felállni, mert beszarok. Tetszik? Beszarok? Mondom, beszarunk. Mitől szarok be? Hát a rengeteg kajától. Mit tettem? Mindenféle széget. Minden kaját megettem, de mindjárt beszarok, mondom. Hát nem tehetek én erről, beszarok. Minek töltöm a cigit? Hát azért töltöm egyem a cigaret, mert nem kaptam cigarettát se hontja, és én nem veszek 1600-1700 cigarettát, mert inkább veszek egy dohánycsomagot, azt akkor jobban spórolok. Érted, egyem a cigaret? De nekem mit mondod? Sok pénzem van. Hát de, spórolni kell. De. Azt mondja, hogy még egy kocsot. Ja, már nem bírok inni. Juliskám, te is berúgtál? Akkor együtt megyünk az árokba, de enyél meg a szívedet, nem tudom, te még árokba vagy. Jobbikba vagy a balikba? Azt mondja, nem tudja, melyik a jobb keze. Enyél a szívedet, nem, azért tudod, melyik a jobb kezed? Még kell szoktad kitörölni a segedet? Ballal. Hát akkor az a bal kezed, te segfej. Ja, hogy nem szoktad kitörölni azt a büdös bingóját. Hát akkor te, fúj, te gusztusszalám. Gyuriska nem törli ki. Jézus Mária, akkor úgy húzott fel, arra dalni a szemben, mindene. Tessék? Nem azt mondtam, hogy arra dalni a szemben, hanem hogy még kezeddel törlöd ki a balla. Na, hát akkor miért nem azzal törlöd? Elnézést. Lesz irányú viszkám, mert én is fogok. Sítszegény. Nincsen VT papírja. Enyem a szíved újságpapírod van? Hát ott a sok szennyes ruhád. Töröd ki azzal, mert úgyis összegyűjtöd mindig. Tessék? Hát töröd ki, hát persze, hát megúszod enyem a szíved. Arra a dairosebb, hogy nem binne már ne. Na. Szervusz, te, boszorkány. Nem mondtam boszorkány. Juliskám, szia! Benézek a családomra is, mert ők meg fennmannak, de nekem holnap meg mennem kell dolgozni. De te a késő esti rájmomban nem jöhetsz be. Nem jöhetsz be, mert lekapcsolt van. Kapcsolom le, Vine. Mehetünk. Papá, nem jöhetsz be a rájmomba. Este van. Tudom, hogy kialudtad magad, de nem engednek oda. Este akar lenni. Nyugodóra kell menni. Holnap anyának menni kell 6-ra dolgozni. És te mész Sovonyába. Na menjünk, gyere. Menj csak a logisztikára. Gyere, cukjunk ki. Ó, milyen csipszet adjak neked? Hát, meg is értem. Az? Várjál, adni akarok meg egy csipszet. Méket kérem. Van is annyi, mint a bé. Uram, atyám. Összegyűjtöd tőlük minden. Vigy be! Vigy be! Egy,
Gyere, nézzük meg a hűtőbe, mit adjak neked. Csipszet? Hát csipsz van, de azt nem kéred. Mit kérsz a hűtőből? Majd kérjük a tojás, mert én akarok. Tojást akarsz venni? Uh-huh. Ezt tényleg? Uh-huh. Tojás? Uh-huh. Sütök neked. Bezárja a lányú, találkozom az első. Oké? Itt a tojás. Mondja? De csak úszik, amilyen finom sütsz, amúgynál sütött kint. Végleze. Gyere, kóstold meg. Csak kóstold meg, milyen finom. Nem hagymát. Hagymát lehet, mert tudom, hogy utálod, mint anyád. Bár anyád szereti, csak nem tudja megrázni. Na, finom. Na, csinálok neked tojást, jó? Tényleg azt kér? Jó. El kell köszönjük tőletek, mert a gyermekem az első. Ez nem pálinka volt. Ez csak sima víz. Csak azért mutattam meg, amiért bántanak. Ez csak víz. Anya, hogy tegy be? Megijatom a vizet? Igen. Te iszol egy kis vizet? Igen. De. Ez csak víz. Kis jönnek alatt. Igaz, hogy víz? Ne. Becsaptam az embereket. Ezt kell velük tenni, mert becsapnak engemet is. Hazudnak. Igen. És Sánka, figyelj, csak csinált anya neked megyreves. Úgy sokáig aludt gyerekek, nem tudom, mikor fog elaludni. Nem érdekel, hogy ki pofázik bele, hogy az én gyermekemet mikor ültetem ide. Akkor, amikor én akarom. Ő az enyém. Az? Te az enyém vagy? Az enyém vagyok. Na. Az a kis droggatya. Belefeje töztem a katyába. Belefeje. Mikor? Ő az én gyermekem, és senki nem szólhat semmi. Majd a fiét! Az anyám jön ide. Fülbevágó megint. Nem jut el otthon nézek. De már most a kisfiam. Nem, mert kiadta magát. Nagyon sokáig az. Hey, de ne. Le kell zárni a live-ot, hogy tudjon ő is pihenni. Gyere ide, köszönjük el. Anya, tök be ezt, tök be. Be akarod dugni? Igen, be. Jó, ez nem pálinka. Ez víz. Ez csak sima víz. Igaz is, Sánka? Igen. Úgyhogy belém lehet nyugodtan kötni. Na, cuki-muki? Masszírozó gépünk van. Gyere, Isvánka, belüttem. Ami nem 2 forint. Na? Nem érdekel az én gyermekem, akkor mutatom, amikor én akarom. Na, hogy fog aludni? Aludt elég jó. Így van, Cuki. Hm? Igen. Mondjad, mindenkinek csit? Mindenkinek csit. Csit. Akkor mutatom meg, amikor akarom a gyermekemet. Az enyém. Én szültem világra. Ne, hogy már ne dugjam. Na már ezek is. Jó volt, hova dugtam. Jobban érte hozzám, mint a miatt. Még között cukinuki. Én csak most ezt dugtad be, hát tudod, akkor tehet. Itt tudom a futár. Nem jó. Egész zöld.
Gyerkőcök, azt kérjük tőlem, hogy én nem utassam a gyermekemet, az enyém. Vele fogom mindig ütetni. Anyaték. Harcolok én majd. Anyaték. Adok nekik pászkát. Tessék? Hát én kakat. Belugtam? Le van fűrdetve, minden szép rendben van. Mit akarnak? Igen. Jelengető és köcsögök. Láttassátok, hogy rendben van. Mivel? Most kell kutyázni. Szia, anya. Katica a Zoom-t időzlem. Kis ilyen elektromos izében. Várjál, cuki muki, mert ne húzod. Nézd, csak inkább lerakja anya, ide. Látod? Ide leraktam. Na próbáld meg most. Dada, a rossz a karóknak. Itt van, hónap miben indítom, kivasanom. Tessék, márkás ingecske. Úriasan ősítettem. Az enyém, az enyém! Az a tiéd. Márkás. Ki kell vasalja. Úgyhogy fejezzék be a jelengetéseket. Nagyon gyönyörű ruhájai vannak. Igaz, hogy mi kell? Te hol vagy, jó? Lehet. Mikás? Itt csak? Holnap ebbe fogom menni. Apa, te jócsak! Óviva. Ezt is kivasalni, anya. Ki van minden most van? Ez ide, ez ide kanoncsó. Jaj! Ez kanoncsó. Mi vetege tőlem? Én itt szeretek játszani a gyermekkel. És azért élvezi, hogy én velem így viselkedik, mert én így bohóckodok. Bizony vele. Ő mindenre megtanítva. Annyi mindent tud mondani. És Sanka, hogy hívnak? Hogy mit énelte? Nem fog aludni egy darabig. Sokáig aludt. Hogy hívnak? Ha nem mondod meg, hogy hívnak, akkor kimegyek. Lekapcsolom a bizonyt. Inkább egy szalad. Ebben víz van, gyerekek. Hát ki hinné-e, hogy eddig volt és megiszod? De hát megijedt a múgy szomrásájuk. Nem akarok egész este pisíni. Gyermekemet szépen elnáltam. Bizony. És Sánka hozzon nekem olyan papírt. Én csak ott a doboz. Nem. Az. Egyet. Szépen kérlek. Jó, gyerekek. Ki aludta magát, hát nem tudom, mikor fog aludni. Ezt. Köszönöm. Hiába fektettem le. Anya most őt egy bolog. De előtte nem szíjálja. Gyerekek, annyira okos, hogy ilyen nekem is bántsák. Hozom minden. Nyássátok hozzá a dohányba. Ez a dohány. De ez nem kell, cukimukim, de én most... Én nem gyújtok rád, még te be nem mész. Biztosan. Nézd meg akusztikát. Oké.
Na jó, én elköszönök inkább. Nem! Ne köszönjük el. Mert? Azért. Akkor én kérlek, hogy cibbud. Taka, feliszeli, anya, után vagyunk kapci, után vagyunk kapci. És akkor most mondjad a csipcsip csapkát. Csip-csip. Hangosan. Ka, vaka, jutsa, korám, jutsa, kiranya, csipcsip. Micsoda ez ukrajnél? Nagyon tajda, csip-csip-csip-csip-csóka. Ha-h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 a
Pucsi, pucsi, talka, szeszi, leszi, kalka. Oda megyünk lakni. Oda megyünk a pszti. Úgy de halálni van. Imádok. Hé! Pucsi, pucsi, pucsi. Énekeld már is, ha elfújja a szél, ha kell, ha nem, a fa levele. Marima! Imádom. Imádom nagyon, és el akarják tőlem vitetni. Már köse fel mind a gazsáját, bugyját. Anya, itt ez vagyok. Jó hangos ebba. Várjál, nézzük. Jaj, annyi zsinór van itt. Ez a fiú, ez telefonban való. Nem tudom, ti mit szóltok ehhez, de tényleg egy annyira tüleménes gyermek, és meg van tanítva mindenre, és kap a gyámügy hivatal pár bejelentés, és akkor ugra-bugra, most már álljon meg a menet. Ugra-bugrálok én is jó messzire el. Ugra-bugrálhatnak, így van, Cukimo? Ugra-bugrálhatnak, mert amúgy is el akarok menni. Úgyhogy ugri-ugri, volt ugri, nem lesz ugri. Anya, anya. Szerintem, hogy jó vagyok a pászokba. Ez nem jó benned, Cukim. Szerintem, gozomba. De fiam, most már nagyon lezárja a livét, mert menni kell be most már pihenni. Nem vagy még álmos? Nem. Hát nem. Azért nem vagy álmos, mert megaludtál 3 órószát. Anyád ráfázik, mert nekem meg gyerekek 6-ra kell menni, menjek dolgozni. Dolgozni. Igen. Nem, mama kint. Megint. Jó. Hatra kell, Cukimuki kell. Kapolácsik, látik. Muszáj anyának, hogy eltartson. Én nem kéregetek. Én nem kéregetek, gyerekek. Senkit. Anya! Hol fordult ez a hülye kamera? Tessék. Anya! Anya, és akkor csófinkázni. Várjál, mert vissza kell állítsam a kamerán. Én nem kunyarálgatok senkit, hő se. Anya, iszok. Hát nézz, anya. Vajja. Na, nem jó. Hát. Vajja. Vegyél meg ezt a szép cicidet. Hát putikáljam, mami. Anya, iszok. Jaj, gyerekek! Anya! Anya! Mondja, drága szerelme! Mondja, te vagy az életem! Anya! Te vagy az életem! Miben lábú? Gyerekek, ez megfordult. Mondom, hogy te vagy az életem, most üdvöl lám. Ezeket szék, ma öltök.
Nem gyújtok rá előtte. Nem bizony. Most már megyek, lefektetem gyerkőcök. És elköszönök. Oké, köszönöm. Köszönjek el? Oké. Mert mit fogunk csinálni, cukimuki? Tojást. Tojást? Mondom, gyerekek, tojást kér tőlem, pedig hát itt van a rengeteg kaja, de hát azt kéri. Tényleg csináljuk tojást, cukimuki. Hm? És akkor tényleg, de estére nem jó tojás, kakót is iszol. Ott van a finom disznósajtocska, salámicska, sütpupu, sütus. Anya, ez nem jó parcony, ez elnyomtott. Elnézem meg. Ne dobd el. Majd a tusztikának nézze meg az elmemet. Oké? Cukimukját nem tudom csinálni, neked estére tojás. Gyerekek, ezt meg kell érteni, hát ha a gyerek van, amit kér, akkor ugra-bugra. Sokan fogják mondani majd, meg én fel leszek biztos jelentve, hogy este a gyermek ott volt. Jó, teszem. Kus mindegyiknek, nem az ő gyermekük. Az enyém. Én hoztam világra, és majdnem szülőágyon haltam meg. Úgyhogy kus. Csavarhúzót vidd oda neki, úgy cuki. Te vagyok? Mhm. Te hol van? Bent van. Szekrényen. Add oda neki, hogy nézze meg. A zenemet tegye be. Úgyhogy csicsi. Nehogy már beleszóljanak az én magán életembe, a gyámíthatóság, mindenki. Emberek. Hát azt csinálok, amit én akarok. Rakó dirigáljanak, amikor majd nem kap a gyermekem ennivalót, meg nincs meg az az élelmiszerje. Nem lássuk el normálisan, akkor kell dirigálni. Az, hogy egy családi botrány van, abban nekik semmi közük. Náluk is van, ha nincs digidugi. És ha nem fejezik be, de amúgy is megyek, úgy is hétfőn, kinyitom a számat. Kicsikét fellépünk nekik. Egy kus. Kus! Minnek. Lebejelentést kapok. Mert a gyermekedet nem mutathatod. Miért nem mutassam? Az az enyém. Ez az én gyermekem. Nem az övék. A gyámhatóság ne pofázzon, inkább csomagot küldjön. Élelmiszert, mi van? Nem dolgoztak? Na, nekem is kinyílik a szám. Lássányvíz. Hogy ne idegesítene már, a gyermekem kapott volna ruhát, mindent. Ne vagytok. Ki akar bejönni? Na. Szia! Halló! Szia! Általában azt mondja ez a valami Kovács Éva, hogy én Facebookos vagyok. Te? Aha, hanem beszéltem veled. Majd beszélek, nem. Hallod, már küldtem egy olyan kis, na hát nekem tetszett a kisfiú. Na, képzeld el, hogy olyan visszakapom, vissza fogom kapni a lányomat. De örülök. De az enyémet meg el akarnák vitetni. De ez az Éva azt mondja nekem, hogy én
Én álfacebookos vagyok, szóljál neki. Jó. Mert azt mondja, hogy én téged kinevetlek. Pedig már beszéltünk nem is. Hát de ott írom neki, érted, és belém költ. Most is azt írom, már kinevetlek téged. Hát én azt nevettem a kisfiút. Na. Ha véd engem. Véd engem. Jó, de én nem vagyok a Facebookos. Hát hogy mondja, hogy mond ilyet? Amúgy jó vál ez a haj. Így. Hm. Beszéltél a párommal is. Hm. Most menjen szerdán a kicsikémhez. Hm. De rá, most már nyalisznak nekem. Most itt nem mondom, akik néznek, tudod miért. Hm. Jó, ne sírjál már. Hát ki ez te? A fülön csaplak te. Te nő, öreg asszony. De ki az? Szóljál már neki, valami Éva Kovács. Ne bántsad már, ő jó. Ő engem hát soha nem bántalak téged. Beszélek nem én valahol, ne bántunk. Nem a helytől is megvételek. Na. No. Még arra ne, is megkér téged. Itt a kockáma, mert kis a kockámat nagyon szeretem. Jó, de ő se engem ne bántson, mert én nem bántott. Az, hogy küldtem, hogy ha-ha-ha. Én csak mosolyogtam. Küldtem egy ha-ha-ha ilyent. Egy kis aranyos volt az a kisgyerek. Hmm. Mikor no. kapod vissza a kislányt? Majd ezt megbeszéljük, jó? Sokan jó, nem ide tartozik, így van. Hát így van. Így ez van. Senkire nem tartozik, sokan nem tudják a hülyeséget. Engem biztos, hogy bántanának. Sokan. De én örülök. Hát alig várom, hogy visszajöjjön a kis drágám. Itt van a hasamba. 3 éves. De képzeld el, hallod el, visszaszokassák a babakocsiban. Mm-hmm. Ott van a Facebookomon, hallod, hogy a kislány tud számolni, érted? Mm-hmm. Tud számolni, ott van fent tényleg, meg a színeket ismeri, de már nem tudja még ezeket sem már. Az enyémet meg el akarják vitetni. Tiédet is nagyon vigyázz. Nagyon, nagyon vigyázzál, mert ugyanez volt én nekem is, tudod jól. De te veled nem azt történt, egy... én dudolok. Nem, ugyanez volt nekem is, utána kitaláltak egy hülyeséget. Védelem alatt van a gyerekem. A fiad. Aha. Na, ugyanez volt nekem is, egy évre védelem alá volt helyezve, meg minden. Kitaláltak egy kurva nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csúnya dolgot, tudod? Ez egy nagyon mocskosság, így vették el tőlem is. De rábasztak. Már kiderült, meg minden. Itt is rá fognak baszni, mert elmegyek a fiúval. Ne hagyd magad, ne hagyd magad. Van ez a Zibolya, aki téged nagyon-nagyon akar bejelenteni, tudod, amit mondtam neked. Most azt akarja, képzeld el, hogy én adjam el a páromat. Érted? Na most, ha valaki meg ezt a kis videót felveszi, a rák az anyjában. Fulladjon meg a temetőbe.
Csak lássam meg, mert azonnal be fogom jelenteni a YouTube-on. Nem teheti meg ezt senki, mert láttam, tudod, sok mintet, hogy beszéltél egy azzal a kis szemüveges csajjal. Nem tudom, az kicsoda. Akivel elbeszéltél. Tudod, ott volt az árkélyen. Most ott voltatok az interneten fönt. Én bejelentem, fel is jelentem. Engedélyem nélkül. Én már nem tudtam. Csak tudod, hogy te nem csinálod azt, amit ez a idéglenke csinál amúgy meg. Idéglenke, már tudod, az Irén túlzásba viszi magát. De hallod, én a szívedet. Megvan, miből? Megvan, figyelj, mindenki azt csinál, amit értem. Akar, így van. Hát de igen, ne törölgyi bolya vele az, hogy mit csinál, híres leszel. Nem akarok híres lenni, csak boldog. Mert az a Matild, azzal beszélt tőle. Lakatos Matild, azt nagyon szeretem. Azaz, ő vele beszéltél, igen. Elém a kis szívét, hát ő nagyon egy aranyos csaj. De hogy lehetnek sok ember gonosznak? Gonoszak, elém a szívedet, mert nem is tudom miért. De azt nem mondják az rólam, hogy Facebookos vagyok, mert nem vagyok az. Nem, de majd Éva Kovácssal beszélek. Mert nem vagyok, mert az, hogy küldtem egy ha-ha-ha. Érted? Nem tudja, hogy itt mi a gond. Nem könnyű hát elvenni a gyereket, de egy hazugságot simán fognak, azt viszik a gyereket. Mert tudod jó, hogy nekem is így történt. Na Áci, ha nem lépek fel, durván, mert én fellépek, akkor mehetnek a prikezsiába. Hát menjenek a picsába, mindegyik. Hát mi is ezt mondtuk, megmondtuk. Ne pedig, hogy jelentésben mehetnek a gyászba. Hát én is ugyanezt megértük, azért csinálják most meg azt, hogy többet legyek az én lányommal. Érted? Meg hogy mi hamarabb hazakerüljön a gyerek. Mert na ez majd személyesen, majd mikor a külön majd beszélgetünk. Mi a baj, kíváncsi? Matild, senki nem bántja. Ugyanaz volt velem is, mint az Zibivel, hogy így iszok, amúgy iszok, emégy iszok a picsába, azután meg rám fogják a páromra, hogy a gyerekemmel szívitték el. Azért is mondtam, hogy vigyázzon, Ibi. Mert sok gonosz ember van. Jogos. A kisfiú, holland, ráfogják. Tudod, nekem az volt a rossz, hogy a gyerekem most le 3 hete már nem fogad el tőlem semmit. Most is vásároltam. Jogosan beszél. És azt is mondtam Ibinek, hogy nem utogasson senkinek semmi köze hozzá. Hogy mi van a gyereknek. Lehet minden meg. De nem szabad. Annál irigyebbek lesznek. Irigy kutyák. Erre meg Ibinek azt kéne tenni, irigyeim, sokan vagytok, mint a kutyák, úgy ugattok, ugassatok, én nem bánom. Ennyi. Nagyon igazad van. Nagyon. Hozzuk egy kis persze,
Figyelj csak, Ibi! Mert tényleg nincsen. Ibi, figyelj! Ezt a számot tedd majd be! Ezt a számot! Irigyeim, sokan vagytok, mint a kutyák, úgy ugattok. Bizony! Ezt így kell csinálni. Mindjárt jövök, nem épp ki. Menjek, hozzuk egy kis dohány. Én itt kutyám, sokan vagytok, mint a kutyák. Nem szabad, Maté, nem szabad. Nem szabad. Jelölt engem, és elmondok neked én is valamit. Csak hogy a többi, a többinek semmi köze hozzá. Ez az öreg asszony, már fogom, most letítom. Nekem ne ugasson. Ő is írna, ha a gyerekéről lenne szó. Az biztos. Ez az Éva. Nekem is szép az én házam. Nem tudom, hogy bántott meg téged, Éva. Hát én sem tudom, én csak annyit küldtem, hogy ha, érted? Most azt mondja, miért nevettem őt ki? Mondom, én nem nevetlek ki. Nem téged nevetlek ki, akkor már téged nevetlek ki. Hát most én küldök egy olyat, hogy ha-ha-ha, mert tetszik. Ami a kis gyerek csinált. Na. Most is mit ér nekem, hogy dék? Meg most is sérteget engem. Mi mondta Nyomi? Hát engem ne sértegesse, mert én kiosztom 2 perc alatt. Az öreg asszonyt. Mi van, be vagy rúgva? Éva jó, nem rossz. Jó, de akkor mondja neki, ne sért. De én nem bántalak. Na, bántottalak. Nisse koská! Rájuk már kizetetre. Jézusom, hát beszélgettem veled, meg azt mondja, hogy én egy Facebookos vagyok. Hát felhívom, kise kost. De még 20-szor elmondja. De akkor engem ne sértegesse, mi vagyok én, nem vagyok én nyomorék, ha van kezem, meg lábom, tudok járni. Nem tudom, megkérdezem. Na. Nem sértettem? A picsába. Ilyen nincs. Ha én nem sértegettem, akkor ő sértegessen engem. Én nem mondom, hogy kis Nyomi. Ő meg egy öreg asszony. A picsába. A görcs húzza össze. Beúgyasztok. Ne bánts, mert csipálom, kis okost. Na. Jó lelki emlőről van szó. Nem segítek neked? Mivel? Nem segítek neked, hogy mit csináljuk. Ő nagyon jó ember. Ugye én inkább töröllek téged, mert nekem ez fáj. Nem sértegetlek. Az, hogy küldtem egy ha-ha-ha dolgot. Aranyos, én is aranyos vagyok. Én nem bántok senkit. Engemet is bántottak. Mindjárt ráírok én már. Saját házamat el kell adjam. De miért? Hát, mert én itt elmegyünk, tudod, amit mondtam. A lányom miatt. A lányom érdekében meg, amit hasamba várok. Figyelj, ha iszol, kinek mi köze hozzá, a te pénzedet iszod meg, így van?
Nehogy már, ne higgy el, mert jól érzed magad. Hát igen. Na megiszod a magadét, megiszod. Hát de senki pénzét nem isszuk meg. Hát ez az. Nekem is van pénzem. De én már nem is ittam. Csak ásványvizet. Figyeld, én se iszok minden nap. Várjál kicsit. Szerelmem, becsukom az ajtót, jó? Hát már be van csukva minden. Jó. Ők meg hangoskodhatnak, a hülye szomszéd. Köcsög magyarok. Nem a régi. Megmondta valaki az igazságot, köcsög magyarok. Az könnyesen így. Ha mi hajnal egy óráig itten szórakoztak. Most nekem nincsen klímám. Ó, tavaly megcsináltam velük. Köcsög magyarok. Tudod, de azt írták bele nekem a papírban, hogy akik mellettem laknak, azok jelentettek engem be. Hallod? Engem meg képzelre nem állt éjszakáról, hanem úgy. Szia, Lacika! László Alex Balogot ismered? Nem. Nekem egy ismerősöm. De követ téged. Igen. Aranyos fiú. Aha. Az egy aranyos fiú. De nem tudom, kicsoda legyen a szíve. Hát így van, Matti. Így van. Emlékszel is bolyan, hogy ez a Henny lap azt mondta neked, hogy ti csáll a megvételet. Igen. Csak nem sikerült a majomnak. Én nem bántalak, de ő kibeszélt téged nyilvánosan. Tudom, a rákabelit. Látod, én nem foglalkozok senkivel, velem mindenki foglalkozik. Ne foglalkozz senkivel, legyen a szíved. Rákegyem a nem, nem foglalkozok senkivel. Amit minket bánt, azt érem mi, hogy a kopós óra is van. Hát hallod, egyszer kijött a hülye kis házból, kis házokájuk van. Érted, ilyen lepukkad, mit érdekel engem? Inkább a kocsi meg a kutyákkal foglalkozik. Aztán... Hm. Tudod, be, nekem át, meg minden, mert mondtam, hogy mit fényképezel. Ne fényképezzél. Azt mondja, kell, sőr, kell. Nekem nem kell. Már kiadtam szépen. Ha mit fényképezik? Ezek rohadékok, egyem a szívedet. Rohadjon meg mindegyik, aki irigy kutya. Hát de hiába mondod, imádkozzik el, hogy gyertyát gyújtani. Tudod, tőlem se tudták elvenni a gyerekemet, de hazugság, hazugságot kitaláltak. Téged ezt is elengedtek, mi? Ha persze. Hm. Ugyanígy. Ugyanígy csinálták velem is. Te dudoltál? Mi? Te dudoltál? Nem. De még élő adásban se csináltam semmit. Hangos voltam. Küldje nekik, micsoda nő. Micsoda nő ez a férfi. Nekem csak játék volt nem. A szerepem. Nem. Rúgja, nem ez, a micsoda nő. Á, ja, az egy jó. Ahol elmegy a... Ugye, csak Bézom, leteszlek, mert megyek pisírni. Hallod, pisírni, hogy kell ezt ilyen... Aha, hogy kell ezt ilyenkor lerakni?
Úgy kell, hogy elmész pisilni, azt visszajössz. Nem kell azt felrakni, mennyi pisilni. Vagy te is a konyha közepén pisilsz. Na. Vívácska. Vagyom pigíni. A pigíd. Hát gyerekek, nekem ez egy mozi. Kicsokoskám engem megvéd. Most töltöm a cigit, mert nem kaptam cigit. Vasárnap, hogy bezár, már a dohány volt, úgyhogy cigére teszem. Kicsikét spórolok, megmondom nektek miért. Elárulom, mert ahova járok, ne. Ezért nem repül ki. Mi az is van? Na, a cseri, visszajöttem. ahol járok gyerekek dolgozni, ott nagyon sokat kunyarám. Így vettem dohányt, mert ha veszek cigarettát, megkínálok mindenkit. De nekem nem. Odaadom, de mikor többször kérnek, adjál már még egyet, adjál már még egyet. Hát most szépen vettünk dohányt, megtöltök 500-at és behoztam. Hát már elegem lett ebből. Elegem. Feszkúnyi rágodnak. Adjál már, adjál már, adjál már. Nem adok most már senkinek. Na, vettem dohányt, ráérek, felkelek 5 órakor, 6-kor mennem kell, töltök 500 cigarettát, vagy 6-ot, és go. Szia, Matitka. Jó van, nem, nem. Nem tudom, gyerekek, hogy mi a problémai, mert tudjátok, hogy én ebben nem szeretek beleavatkozni, én annyit tudok, hogy én nekem honnan munka. Már nem vagyok sűrödve, minden. Annyit mondok nektek, nem egy aplétám van. Nagyon sok. Nagyon imádom. Az inget, az aplétát. Fekete, abból van, hogy 6. Szürke apléta, ingek. Hát ilyen melegben minek. Már fűrődnem se kell. Lefűrök majd ott a hivatalba. Na, még egy valamit meg akarok kérdezni. Azt mondja. Ugyanez volt, nem is vita. Már is. Engem jelengetnek, de rájönnek. Feküdjenek le, fűrődjenek le. Velem nem bírnak, mert elmegyek. El fogok menni, azt keressenek, ahonnan kalnak. Ó, gyerekek, úgy idegesít, mint sapka. De meg kell szokjam. Menj. Sokkal jobb így a haja. Meg lesz csináltatva. Megbízom. Most pedig fogok nektek közölni valamit. Hogy hány óra van? Azt még nem tudom. A páromnak
Holnap lesz a születésnapja. Így ezzel kedves kereknek egy nótával. Én legyek a legelső, aki felköszönti. Sok boldog születésnapot kívánok. Holnap az biztos, hogy nem fogja megúszni, mert bulizni fog rám. Jóvá teszek mindent. Nagyon értelemben, hogy szépé teszem azt a napját. Érezze jó magát. Nem lesz bogrács, mert már annyi bogrács voltunk. Belefáradtam. Nem a bográcsban, hanem abban, hogy most nem, most együtt fogjuk tölteni. Itt. Holnap lesz a szülinapja. Mint kedveskedek neki egy nótával. Remélem, hogy sikerül is ez a nóta, amit neki tudok. Akár szükség. De bemegyek és megkérdezem, hogy milyen nótát kér tőlem a születésnapjára. Ő döntse el. Holnap tölti. Én nagyon egy romantikus ember vagyok. Bizony, ha valakit megszeretek, odállok. Éva Kovácska, mit történt? Ugye ide Melissa, itt üzenem neked élőben. Én már régóta ismerem Éva Kovácsot. Ne bántod ezt. Mert rég ismerem. Ha nem fejezed be, letítalak. Letítalak. Mert régóta ismerem. Azok, akik engem követtek, már nem tudom hány éve. Biztos nem fogom te miatt kihajítani. Kis okosomat. Letítanak. Megkérdezem Musztit, mit kér születésnapjára. Venni kell egy ötös lottót. Na lássátok, a kácsosit. Tudtam. Ami nagyon nehéz, nóta, de ő ezt kéri a születésnapjára. Hát akkor Huszti István fogott önöm szeretettel ez a kácsos. Gyerekek, megígérem, vissza fogom nézni a kommenteket, fogok majd írni, akik olyat írtak. De a párom ezt kéri, holnap lesz a születésnapja. Holnap azt tudja, hogy bulizunk. Na, nem olyan értenem, de igen, megünnepeljük. De az akátok sütat kéri, ami nagyon nehéz.
Most mentem belé, mit kérsz? A kátosít. De én tudtam, hogy azt kéri. Láttam az ajtót. Éjfélkor meg fogom letni. De idegesít ez a hülye haj. De idegesít. Hát nem vagyok hozzá szokva még. Na mindegy, nézzük a páromnak az akácosítat. Nem azt fogom neki küldeni, hogy is. Azt fogom neki küldeni. Ez naptok nap gyerekek. Itt már nem tudom, hogy sapka, pedig sokan mennek, hogy jó lenne. Tudjuk én egy kicsit segíteni. Nem majd reggel megkapja. Nem gondolok. Mit csinálok? Nem gondolok. Megígértem neki, de... Én
Minket választom, minket. Szeretek én Jézuskozni. Igen, nem sok a szalakkal. Nem tudjuk már utána, mert nem tudok. Bevonult az a film. Isten jött a filmek színűsre. Sokan velem, és a kisebb. Ahhoz meg is kapom, és nem tudok. Igen. Tudod a legjobb. Nagyon szarult az életem. Hogy kezdődött? És mit kell akarod? Ne felejtsd el. Szeretem. És eljösszak hozzá. De te itt van. Egyik tél. Arra kérem a Jóisten, segítsen meg. Lásson bele a lelkembe. Lásson azokba a dolgokba, amiket végig akarnék vinni. Az álmaim. De mindig megakadályoznak. Minden ember. Olyan emberek, akik nem is itt élnek már vissza, hanem szerintem kitapogsz meg a beleket. Szabolcsiak nagyon kemények. Megélnék őket. De viszont nem adok esélyt. Se az álmomot, semmi. Akárhogy próbálkoznak, hogy több alkalom jelengetnek. Ne törjük. Letöljöm, hogy elműcsikathat mindenki. Mindenkit letöljök. Elmehetnek. Nyugdíjba. Van nem jó a munkájuk. Úgyhogy megkérek mindenkit szégyen. Üdvözlődjük. Nekem az álmom, elmondtam, a gyermekem. Én már letettem a karrierem. De nem csinálom tovább. Egész idióták miatt. Nem tudom hagyni. Nem. Jelengessetek csak nyugodtan, de hát én nem is értünk. Én teszek a Petőfi napjába. Azt lehet jelengetni.
Nyugodtan. Azért, mert valaki idejött, tudod. Nem értek el vele semmit. Nem adom fel. És én így csinálom. Bebizonyítom. Lesz meg egyetem. Már négy is van. Évesen is láttam. Tudjátok mennyi nézettségem? Amerika mindenhonnan nézni. Nem tudjátok. De nekem van. Vélem. El kell köszönni, mert mennem kell, csak nem adható munka. És még ráadásul dolgozok is. Bocsásson meg a világ. Megyek már az mi. Eltosszak ezen a sok vörödéken. Amikor a gyermekemet a szájára is beszélni. Milyen jó. Az én gyermekem, én hoztam világot. Én szenvedtem meg. Ki kell mindent vizsgálni. Milyen hamis várat minket utána. Meg utána pofázom mindegyik, mert szájba hozom mindent. És abban a hiba nem lesz. Nem vagyok magam. Nem van. Kisfiam, miért embert vagyok. És itt vagyok. Ott rugdosom a fejünket. Mindet. Ahányan vannak. Egy két napot nem fognak élni. Ha betettetem őket a kórházba. Úgy merjük bántani a gyermekemnek, vagy engem. Nem dolgoznak rendesen. Nem. Kapnak egy feljelentést, és akkor majd minden elviszik a kisfiát. Adok én nektek paszkát. De. Hétfőn meg legyen. Félnek. Többen jönnek le. Na, hogy meg is említ. Hát nem garantálom, hanem fejezik rá, hogy szívem az adik. Mert elegem lett. Nem is vállja ki az ügyet. Semmit nem csinálhat, csak ülnek a segítőn. Leszaladunk 5 percre a sütőn. Ide kijönnek, kukolnak egyet, minden helyen találnak. Oké, és minden, agyelnek meg, minden meg, akkor milyen magáira sem ülnek a ha megveszem így ott, és kidulnak. Ennyit akartam. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Holnaptól tudjátok elég, hogy dolgozok, ez bizonyám. De megígérem, milyen túl gyengedi az idő. Felhívhat. De első a gyermek. Nem elhagyott, így nem bizony. Már így. Ugye, igen, ez nem ilyen. Hát ezt meg kell szokjam. Tudjátok elég jó, hogy mindig így is lehetettem. Nem. Nem kell ahhoz, hogy igyak. Én ilyen voltam világ életemben, amióta megszülettem. Mert apám kitöltött azt, azt mondta, hülye legyél járjon. Ilyen is lettem.
köszönjük fel a buziukat. Mint. A nagyon mondta. Bocsánat, kicsit elok. Köszönjük fel a buziukat. Elnézést, még egyszer kicsit elok. Köszönjük fel a buziukat. Nem fenyegetés, csak szólok. A gyermekemre valaki bármit mond, megtaposom a felét. Bármit neki. Nem vagyok kemény nő, de viszont nagyon csatitámos vagyok. Tanultam nagyon régóta, önvédelmet. Mire megbúzzuk, kirúgom a lábát. És gyakorlok már tőle. Sovány karom. De most már kezdek visszafelé. Gyakorlok. Minél többet. És ilyen velem az ilyen mocskosok az anyám. Nem megvásszátok. Csak legyek körül menne oda. Tudjam levenni. Tudja megmutatni, hogy kell egy hátraszalót utálni. Na, ilyen fiatalom. Hátraszalótó elér a szalcsó, de úgy, hogy én nem teszem le a kezem. Azt hiszem, azt is meg tudom mutatni, hogy tudok valakit szitka sem dugni. Úgy, hogy csak lábbal, két tartva. Ott is marad. Hány ember csináltam én már, amit ki átviseltem. Ez nem megint meg. Mindegy darab könyvtéve. Elmondtam nektek gyerekek a véleményemet, mert megtudnák, hogyha kicsikétek ezen közé kerülnének, vagy a születeik. Nem igen járnak, azt szálljuk. Nem így. És én senkit nem bántok. Senkit. Hol ott a kicsit jönnek meg? Bocsánat, de hozzám kellett a cégét, amit át meg dohányt ültük. Nem szégyen. Gyermekem, hogy bármit nem teszek. Na, hogy már? Bántják a kis hiamat. Na, visogom. Hétfőn már mondták, hogy várnak, úgyhogy én bemegyek. Megmondtam nekik, hogy na, mi ez az? Feljelente is megint. És megint feljelente. Tett gyereket. De miért a Máté szakáról jön a feljelente, és hát ezt nem értem. Hát itt élek, könyörgök. A Pestért meg kell hinni, vagy akárkik holnapnak. Nem is közel. Arra kéne nekik most szólnak Pászkát. Azt hiszem, hogy kössék fel a gazsát. Nem fogom magam hagyni a kisfiam, úgyis odám, hogy dolgozok 10 órakor végzem. Vissza kell, hogy menjek, mert ebéd idő. Négyig. Na, megtudjuk. Ezt megmondta a főnök, hogy elenged. Jó kis munkahelyem. Örülök a csapatnak, mert nagyon nagyon. Nagyon megörültek az öreket. Nőtt vagyok velük, szeretnek égni. De azért, mert valaki tudott, el kell jelengetni. Pikachu, a ládáírósebb ügye az a nyakadat. Te csóhingeres közög. Nem kakáltál még a bilibe?
Konyha közepén. Te is feljelentettél a Pikachu kicsit. Még azt az ugye, hogy nem. Dehogy nem. Tudtátok, megyek a TV2-be. És jelengedtetek. A gyám hatóságnál mindenhol, csak hogy ne sikerüljön meg a gyermekemet elvigyék. Az, amit értetek volna, szerencsék van. Én már tudok mindent. Szégyen, ami itt zajlik ebben a világban. Mit tűnjenek? Hogy az embert inkább tönkre teszünk, mert neki nem sikerül az álma. Én inkább jelengetem meg mindent. Teszek. Én az gyermekem én mindent elkövettem. Soha nem éhezett. Soha nem volt olyan, hogy ne legyen kenyere. Vagy bármilyen. Kakaó, minden. Fagyi napi szinten. Amit sok gyermeket sajnálok, hogy nem kap. Látod, tétem a csinítés. Nem kell felvágni. Ülőnyám. Valakinek van. Van nekem két kezem. És meg tudom tölteni. Ez a nem semmi. De gyerekek, azért utánom a Violett, a Pikachu-t, mert hazudott. Állandóan, folyamatosan. Soha nem leszek a nejóba. Soha. Keresd a műtika. Arra ne jössz, figyelme. Soha. Nem leszek vele jóba. Most a Jánodra szorultál. Mi van? Ott le van kaki jöd, ami. Ott van kakíza. Ott aztán nem is kakíza. Mert a saját tányodnál szorultál oda a szégyenembe elbújni. Ugyan a gyermekemre ragaszkodok. És adjon nekem helységet. Inkább a híd alatt lenni. Végül. Szemétlálva. Én gyerekek, nem is az a baj, hanem engem beszélt ki az élő videójában, amit nem érdemeltem meg, mert több nappal fel se hoztam a művész nénit. Nem, művész kurva. Ugye, Anna? Fel se hoztam, és mégis engem emelget. Mit akar a művész kurvi néni? Nem tudom, nem tudott még elég túl játszogni, vagy fújni. Igen, már semmi nem érdekel, szó szabadság. De ez a mély személy, ez egy rohadék. Ki nem állom, mert kerjedt a cse. Őcse. Az egy tolvaj, a másik is tolvaj. Úgyhogy tessenek vigyázni a tolvajokkal. Bocsánat, hogy így jöttem fel, de hát így van. Utána így jött. Én akiket szeretek, azokkal beszélek. Akik gyűlölök, az gyűlölök. De ezeket gyűlölöm, ezeket a mocskos progereket. Mind a kettőt, Harriettet is. Harriett a Troger. Őt is. Ide jövök. Gyere! Úgy hívva vágtalak volna a mai nap folyamán jöttél. Abba a hiba nem lesz van. Nem is kellett volna szerintem hívva vágni. Kirúgtam volna lábát, és csicsak, csicsak. Azért mondom ezt.
Bántsatok. Nyugodtan. De azok az emberek, akik nem érdemlik meg. Ártatlanul lehúzgálják, és bántsák. Én utána meg is tiltják. Gügyülő van szó. Elijedte. Sajnálom, mindig így beszélek, de megvédem a kis ismerőseimet. Nem szeretem, hogy bántsák őket. Matitól kérek egy kis rákot. Soha nem ettem. Nem, de mondta, hogy az volt, nem? Hát, nem. De nem tudom, hol lehet kapni. Megkóstolja, nem? Ja, hely ez a hely. Ó, gyerekek, olyan álmos vagyok, én most már megyek. Befele pihenni, be is meg, nem kell fülügyek. Csak az fáj nekem nagyon, hogy kibeszél a házam, hogy eljött a bügyi. Miközben segíteni akartunk neki. Nekem, akik vannak ismerősen, mindent megtanultam. Mindegyiket megtanultam. Mindet. De azt nem fogadom el, hogy kihasználják az ismerőseimet. És a Brüdi mindenhol próbálkozott. Legyek kívánok, hogy most tartom. Nagyon is van. Lábán sem. A bőrjártál. Na mindegy. Nem szorozok. De az arany kezűmér megvegy. Négyet szabad. Megélni. Erőben, egészségben. Köszönöm, nem tudok felmenni a gyerekek, mert hát így volt. Hát órak. Hát órak. Hát órak. De az biztos, hogy többször fel kell a gyermek. Azt nem tudom megnézni. Először rájött ilyen, amit van.
Mindig azt mondja, hogy húzd adják, akkor itt leszek én meg én. Mindig azt mondom neki, de amikor olyan mélyen alszok, és nem van. De jó. Nagyon szépen meg vagyunk, úgyhogy kit. Vagy. Én is. Nagyon szépen meg vagyunk. Szia, bácsikám, üdvözlök. Arra kérem, hogy Isten segítsen. Nekem nem pénz kell. Nem azt a segítség. Lányom felajánlott. Adok igazat. Nem erem vagyok. Csak segíts. Bár minden ember ilyen. Sziasztok.